folytatjuk is egy nem kevésbé izgalmas előadással, amit a Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ szekciójának két tagja fog tartani nekünk, Lakos Eszter klinikai szakpszichológus és Németh Ádám tanácsadó szakpszichológus, és hát az MPT-nek egyébként éppen most volt egy nagyon fontos állásfoglalása ebben az LMBTQ ügyben, ami szerintem egy nagyon fontos állásfoglalás, és mindenki olvassa el, aki még eddig nem tette. És akkor nem tudom, Eszter vagy Ádám, ki kezdi az előadást, de minden esetre megadom nektek a szót. Köszönjük. Igen, köszönjük szépen a felvezetést. Bemutatkozunk mindketten gyorsan, én Németh Ádám vagyok, tanácsadó szakpszichológus. Eszter, azért a te hangodon szólalj. Klinikai szakpszichológus, pszichiátrián dolgozom, és emellett egy mentálhigiénés alapítványnál viszek terápiákat. Köszi. És igen, köszönjük szépen a Péternek. Hát egyfelé van a meghívás, meg a szervezés, nagyon-nagyon izgalmas itt lenni, nagyon zavarbejtő is a témát picit ismerve, hogy ennyire nagy nevek között szólalunk meg ebben, és hogy teret kap ennek ez a mentálhigiénés pszichológiai aspektusa is. Ez már egy tök jól demonstrálja azt a holisztikus szemléletet, amire szerintünk is szükség van akkor, amikor a problémás szerhasználattal foglalkozunk, legalábbis a chemsex kapcsán. És igen, köszönjük a felhívást arra is, hogy nemrég kijött tegnap jött ki a Magyar Pszichiátriai Társaság és a Pszichiátriai Társaságnak a nyilatkozata, jobb később, mint soha alapon. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezek a szakmák megszóljanak ezeknek a csoportoknak a védelme érdekében. Erről is fog szólni részben a mai előadásunk, hogy az, amit ebben a korban és hogy történelmileg is jelent nem heterónak, meg nem ciszneműnek lenni, az olyan hogyan függ össze azzal, hogy és hogyan informál minket arról, hogy hogyan alakul ki egy problémás szerhasználat, hogy hogyan érdemes ezt konceptualizálnunk, értenünk, hogyan érdemes segítő szakemberként mondjuk a támogatásokban gondolkodnunk, amikor egy ilyen nehézséggel fordul hozzánk egy kliens. Úgyhogy ez lesz a fókuszban, de ez adunk egy rövid vázlatot gyorsan, ha tudok lépegetni. Tudok? Tudok. Igen, itt egy pici rövid vázlat, szóval fogunk egy kicsit beszélni arról, hogy az egyén szintjén hogyan jelentkezhet a problémás chemsexelés, a problémás szerhasználat. Mi nagyon arra fogunk fókuszálni, úgy építettük fel az előadást, és így az meg is érte ez, hogy az egyéni szintre megérkezünk ugye ennek a gráfoknak a belsejébe, hogy tényleg az egyéni tapasztalatnál mik lehetnek releváns, idevágóan specifikus szempontok, úgyhogy erről fogja beszélni egy picit az Eszter, és akkor utána beszélünk a kisebbségi stresszmodellről, ami egy nagyon-nagyon hasznos és nagyon sokrétű magyarázó keretet ad nekünk. Egyébként azokhoz a jelenségekhez, amikről a Tamás most nagyon részletesen beszélt, és ezek kapcsán nagyon jól felépíthetők egyébként olyan intervenciók, amikről azt látjuk és azt gondoljuk, hogy a nagyobb eséllyel lesznek hatékonyak, hatásosak. És ugye ezzel is zárnánk igazából konkrétan, lefordítanánk a kisebbségi stressz modellből szerezhető know-how-t arra, hogy hogyan lehet affirmatívabbá, támogatóbbá, majd ezt a szót körüljárjuk, hogy konkrétan hogyan használjuk így a pszichológiában, tehát hogyan lehet ezeket a beavatkozásokat befogadóbbá, elfogadóbbá, és visszautalva a korábbi adásra kulturálisan kompetensebbé tenni, sőt ezt a kulturális kompetenciát, amely azt jelzi, hogy ismerem és tisztában vagyok a különböző társas identitású embereknek a speciális kulturális helyzetével. Míg a pszichológiában ezt még egy fokkal olyan értelemben személyesebbé tesszük, hogy már inkább kulturális alázatról szoktunk beszélni. Kulturális alázat az annyival másabb, hogy tanulok, tudok a másiknak a kulturális hátteréről, de azt is elismerem, hogy nem rendelkezhetek az ő tapasztalataival, és ezért elismerem, hogy ő az autoritás a saját tapasztalatairól. Tehát van benne egy alázat szakemberként, hogy nem lehetek okosabb, mint a kliensem, hogyha nem rendelkezek ugyanazzal a kulturális tapasztalattal, de ez nem azt jelenti, hogy nem tudok neki támogatást nyújtani, csak ez kell, ez az önismeret, és ennek az elismerése. De akkor egy picit át is adom az Eszternek a szót, és egy picit beszél majd a fogalmakról.
Így van, és akkor Ádám, még egy gondolat, amit így a kompetencia alázat kapcsán szerintem felmerült, így a hatékony segítés kapcsán is, mondjuk, hogy az addiktológiai ellátásban mennyire hangsúlyos a tapasztalati szakértők bevonása ezekbe a beavatkozásokba, ez szerintem ide kapcsolódik az Ádám gondolatához. Ugye nagyon sok tényleg átfogó előadást hallottunk a mai napon, ez az MSM, vagy most beleg, vagy bi identitású személyekről beszélünk, mi főként Ádámmal alapvetően ez a viselkedéses szintet, aki a kemszexelésben résztvevő személyeket fedi le, róluk beszélünk, de azért kutatásra válogatja, hogy ezt hogyan használja. Talán az, ami nagyon fontos szempont, hogy lehet abban különbség, hogy viselkedésesen férfiak szexelnek férfiakkal, és eközben ők melegnek, biszexuálisnak, vagy egyéb másnak identifikálják magukat, az egy teljesen másik kérdés. Például a szekción belül, vagy a szekció érzékenyítő oktató munkájában ez is egy fontos szempontunk. Problémás, vagy nem problémás egy szerhasználat, mi a mai előadásunkban itt arra fókuszálunk, amikor problémás az, amit az egyén, illetve az egyén és a környezete annak érez. Erről beszéltünk röviden Ádámmal, tényleg nem húzva erről az időt, hogy az, hogy mondjuk az, hogy egy bizonyos csoport, vagy egy személynek a problémása a szerhasználata, az a környezete azt gondolja, lehetséges, hogy az, hogy én megittam tegnap este egy deci vörösbort, az problémás a környezetem számára, de azt gondolom, hogy én tudok nem inni vörösbort minden este, meg csak akkor iszok, ha nagyon izgulok egy előadás miatt, ami lehet, hogy már problémásnak számít. Na, szóval hogy az a lényeg, hogy emiatt próbáltuk valahogy szűkíteni ezt a témát. Ugye a kemszexelésről már beszéltünk, és a szlemelés és a különböző szebe viteli módoknak a mondjuk stigmaképző, vagy így a kemszexelőkön belül is jobban vagy kevésbé elítélt alcsoportjai kapcsán majd még fogunk beszélni, de hogy ez a fogalom majd szóba fog kerülni. Heteronormativitásról, homonormativitásról Tamás beszélt, ezt köszönöm, nem is részletezném, jobban az internalizált stigma is szóba került, és így a kisebbségi stressz kapcsán is majd Ádám ezt jobban kifejti, tehát valójában itt arról beszélünk, hogy ezek ugye a stigma, ezek a címkék, amiknek sok negatív konnotációja van ebben a társas kontextusban, az hogyan tesszük magunkévá és viselkedünk, működünk ez szerint. Ez egy fontos szempont lesz, és az affirmativitáson Ádám úgyis beszél majd. Lépj, Ádám, léci. Szuper, köszönöm szépen. Oké, szóval most először így az egyén szintjéről indulunk, aztán megyünk tovább így a nagyobb hagymahéjakra és kontextusokra. Próbáltuk felosztani egy ilyen intrapszichés, tehát a pszichén belüli nem feltétlenül annyira látható, vagy viselkedésesen nem elsődlegesen megjelenő, és társas kapcsolati változók mentén azokat a szakirodalmi anyagokat és a beszámolókat, amiket ismerünk ezekből így összegezve, így az eszenciáját összeszedve. Ugye a testképről Tamás már több módon beszélt, meg előző előadásokban szóba került, és a szexuális teljesítmény miatti szorongás, ugye ez az állandóan szexuális aktusra kész és nyitott személyek, férfiak, nagyon, tehát hogy arról számolnak be, hogy például ezt a fajta szorongás nehézséget oldják ezek a szerek. Én azt gondolom, hogy az, aki volt már, nem tudom én, 3 kortnál több alkohol, tudja azt, hogy teljesen másképp tudjuk magunkat a bőrünkben érezni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy erről sokaknak lehet saját élménye. A gátlásoldásról szó volt, nem mennék bele nagyon részletesen, de talán ez a krónikus szégyen, ami fontos lehet, amiről beszél majd Ádám a kisebbségi stresszel, hogy egyszerűen melegként, biszexuálisként, vagy mondjuk úgy, akkor szexuális nemi kisebbség csoporttagként ebben a heteronormatív társadalomban felnőni és működni, tényleg egy krónikus szégyent fog kialakítani, egy olyan fajta társas ingerekből fakadó érzés, ami azt gondolom, hogy nagyon sok pszichés szenvedés és mentális elváltozást, akár mentális betegséget is okozhat. A szexuális élettel való és az élettel való elégedettség közti különbség, nagyon izgalmas cikket olvastunk, aminek valójában egy önbeszámoló volt, ott is egyébként STD klinikákon megjelenő férfiakkal vették fel a kérdőíveket, és ott volt például egy olyan eltérés, hogy akik kemszexelő személyeknek vallották magukat, vagy azt hiszem úgy volt, az elmúlt 6 hónapban kemszexben vettem részt, ott például a szexuális élettel való elégedettség, ez egy viszonylag jó mutatót mondjuk a többi személyhez képest ebben az alcsoporton belül, de általában az élettel való elégedettség
tehetségnél benn volt egy csökkenés. És akkor itt jön be az, hogy mely mutatók azok, amik az élettel való elegedettséget összeteszik, erre most nem térnék így az időszűke miatt, de hogy ez lehet egy nagyon érdekes dolog, hogy akkor van a szexualitásomban van egy újdonságkeresés, egy sikeresség, egy olyan fajta gátlás nélküliség, ami egy nagyon pozitív visszajelzések mentén az én identitásomnak egyre nagyon fontos része lehet, de hogy akkor, ahogy is vagyok, úgy általában az életemben, mondjuk akár más területekkel, ez nagyon tanulságos volt számomra, meg is lepett, és nagyon érdekesnek találom. És ugye az identitás, amiről sokszor beszélünk, akár így a szekció belül is, meg azt gondolom, hogy aki bárki hagy az LMBTQ plusz személyekkel szakmai kapcsolatban, vagy akár személyes életében kapcsolatba kerül, hogy sok kutatás mutatja azt, hogy valójában ehhez a közösséghez való kötődés protektív faktor lehet. Itt főként az online tér előnyeit emelném ki. Tehát most már az, ahol van internet kapcsolat, tud beszélni olyanokkal, akik már egyéb módon identifikálják magukat, mint cisz vagy heteró személyek. Tehát, hogy valójában ez egy nagyon pozitív dolog, hogy egyre többen arról számolnak be, hogy akár az online térben megtalálják a kortársakkal, érintett személyekkel a kapcsolódást, és ez a nem csak az élettel való elégedettséget, hanem az általános mentális jólét mutatóiban is egy emelkedés, növekedést tudnak elérni. Ez egy nagyon fontos adat. Azonban, ami nagyon fontos itt a kemszexelőknél kihangsúlyoznunk, hogy a maga a kemszex használat akadályozhatja a nem használókkal való kapcsolódást. A nem használó LMBTQ személyekkel, meg az amúgy nem kemszexelő, nem LMBTQ személyekkel való kapcsolódás. És egy nagyon fontos fogalom még, amit még szeretnék átadni nektek, vagy amiről még a mai napon nem volt szó, ez az interszekcionitás, a metszett személyek, ami egy picit azt próbálja meg elmondani. Egyébként ugye ma már a szóba került így a feminizmus előadásokban, ugye feminista gondolkodó fogalmazta meg először ezt, hogy valójában ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak eltérő utak, mondjuk a különböző kisebbségi csoporthoz való tartozás az egy-egy külön út. Tehát, hogy lehet valaki meleg, lehet valaki cigány, lehet valaki ez az amaz, most csak ez a két példa jutott eszembe, és akkor vannak ezek az utak, és ezeknek a kereszteződésében elhelyezkedő személyek, akik többszörös szempontból akár stigmatizáltak, fogalmazunk így, vagy kisebbségi csoporthoz tartozóak, tartják magukat, vagy érzik magukat, vagy ebben a csoportba esnek, ott ezeket szempontokat egyszerre kell figyelembe vennünk. Tehát nem tekinthetek el tőle, hogy mondjuk egy nagyon hasonló szocioekonomikus státuszú személy lép be hozzám, és ő mondjuk meleg vagy heteroszexuálisként identifikálja magát, és azt gondolom, hogy itt a beavatkozások tervezése szempontjából ez nagyon fontos. Ez az, amit igazán szeretnénk hangsúlyozni. És szociális kapcsolati változókra áttérnék, hogy sokan arról számolnak be, ugye főként az kvalitatív kutatásokból, ugye élménybeszámolóból látjuk azt, hogy az intimitás megélése zavartá válhat, hogy itt az intimitás ki mit definiál, hogy most a szexualitás, a testi közelség, vagy akár ugye a lelki-szellemi intimitás számít-e, és itt egy olyan dolog jutott eszembe, hogy ami ugye szóba került az, hogy is néz ki egy chemsex buli, és hogy például a beszámolók arról is szólnak, hogy azon kívül nem feltétlenül egy ilyen óriási szexorgiáról van szó, amit Bence itt megemlített, hogy például az, hogy milyen beszélgetéseket tudnak lefolytatni ezek a személyek bármiről, de hogy akár arról, hogy miben vannak, hogyan vannak, mit gondolnak a világról, ez is egy nagyon-nagyon fokú intimitás élményt adhat ezek a szerhatás alatt megélt beszélgetések. A társas támogatáshoz való hozzáférés nehezítettsége, azt gondolom, hogy erről már többször beszéltünk, ugye ezt gondolom, hogy ez a többszörös stigma az az egyik ilyen magyarázó, ami miatt ezekhez nehezebben férnek hozzá kemszexelők. A közösség, a társas szabadság megélésének a hiánya is előfordulhat a kemszexelőknél, akik hozzánk fordulnak. A hozzánk alatt pszichológusokat értek alapvetően, mi Ádámmal ebből a pozícióból beszélünk elsődlegesen. És a populáción belül pozíció hierarchiában elfoglalt helyről, azt gondolom, hogy Tamás sok információt mondott, úgyhogy erről nem beszélnék részletesebben, de azt látjuk, hogy itt is ez is van, frusztráció, nehézség, mentális problémáknak forrása lehet.
Még akkor pár gondolat így a szerhasználat moderálásáról, ami egyébként ugye a Q&A részben már előkerült az első blokk után, hogyha ugye így az abstinencia kérdése is felmerült, hogyha van is motiváció a szerhasználás moderálására, csökkentésére, elhagyására, akkor ez egy nagyon fontos dolog. Bocsánat, itt a stopperemet visszahozom, hogy lássam. Júj! Tehát, hogy az, ugye ez a szert főként érzelemszabályozásra használnak, használunk mi is, mindannyian, akik használunk bármilyen szert. Hogy nem csak ezt veszíti az a személy, aki megpróbál valamilyen módon eltávolodni a chemsexeléstől, hanem a nem heteronormatív társas közeg elvesztését is kockáztatja. Tehát a józan szexhez való visszatérés a józan szex élvezetének a nehézségével is társult. Ez egy másik fontos szempont. Tehát, hogy hogyan is kell, hogyan is tudom azt a szexualitást megélni józanul, amit addig megéltem, azt a felszabadultságot, gátlások háttérbe szorítását, erről már beszéltem, és egy nagyon érdekes részletet mondanék, elnézést, hogy így pörgettem magam, csak megláttam az időt, és félig összeomlottam, hogy Ádám fontos gondolatai elvesztenek. Tehát ezek a kiugrási kísérletek kapcsán egy izgalmas telefonos interjúkon alapuló kutatást olvastam, ezt majd meglátjátok az irodalomjegyzékben, ott vannak ezek a cikkek, meg tőlünk is tudtok majd információkat kérni, hogy ott például itt a harmadik pontot említeném, az izoláció nehézsége és az erőforrások megtalálása beavatkozásoknál majd úgyis szóba kerül, de az, hogy amikor a chemsexet próbálták elkerülni, vagy a chemsex közeget próbálták a válaszadók elkerülni, akkor sok olyan heteronormatív szabadidős tevékenységet említettek meg, amit alapvetően nem annyira szeretnek gyakorolni, vagy nem feltétlenül a francia buldogjaikat szeretnék sétáltatni, hogy Tamás példájára térjek vissza vasárnap délután, az ebéd után, de mégis valamilyen módon olyan viselkedésekben, hát engage-elnek, próbálják meg ezeket gyakorolni. Itt vannak példák is, ami nem feltétlenül örömszerző, és most nem arról van szó, hogy nem annyira örömszerző, mint egy chemsex partiban való részvétel, hanem hogy nem biztos, hogy akkor a kielégülés, de mégis megpróbálnak valamilyen módon eltávolodni ettől, és szerintem ez nagyon tanulságos. Lépj Ádám tovább. Pont. Köszi. Jó, nagyon köszi. Azért legyen, hogy egy kicsit hoztunk példákat arra, hogy az egyén szintjén mennyien a terület specifikus nehézség lehet, kihívás lehet, vagy motiváció lehet arra, hogy az ember akár rekreációs céllal, akár rendszerességgel, akár egy problémásabb álló módon használja ezt a szert, és a járulékos ilyen viselkedéses helyzetekbe belemenjen. Egy picit akkor a kisebbségi stresszről fogok beszélni, csak tök jó, hogy eltakarja a diám felét, aki... Na mindegy. Szóval, hogy ez egy... Adok ehhez egy pici kontextust, addig visszamegyek, ez egy... Több mint 20 éve használják már, sőt 30 év, azt hiszem, a pszichológiában ezt a magyarázó elméletet, egyébként ezt LMBTQ embereknek az egészségpszichológiában tapasztalt ilyen, tehát szomatikus, testi sérülékenységének a magyarázatára fejlesztették ki. Tulajdonképpen arról szól az egész, hogy vannak különböző stresszorok, kétféle van, vannak disztálisok és proximálisok, az első két oszlopban látjátok ezeket, a disztális stresszorok azok, amik társadalmi szinten a környezetünkből érnek minket, ez lehet strukturális, intézményi szintű törvények, ezt Magyarországon nagyon látjuk, hogy mit, hogy néz ki ez a gyakorlatban, de lehet az a fajta külső diszkrimináció, amikor mondjuk az utcán lebuziznak, vagy a családot kitagadott forról, tehát ezeket hívjuk ugye disztális stresszornak, agresszió, bántalmazás, vagy akár az érvénytelenítés, ez különösen érinti egyébként transz embereket az érvénytelenítés, amikor mondjuk nem használják a választott nevedet, hanem dead namingelnek, tehát az anyakönyvi nevedet használják a kérésed ellenére, stb. És vannak az úgynevezett proximális stresszorok, az pedig ezeknek a külső tanulásoknak, kulturális üzeneteknek a belsőbbi tételét jelentik. Erről beszélt már ugye a Tamás is, az internalizált stigma, a homonormativitás, ide tartozik ugye a rejtőzködés, szintén a külső elnyomásra fakadóan kialakítok egy olyan belső viselkedéses repertoárt és meggyőződés, hogy nekem bizonyos terekben cenzúrázott verzióit kell megmutatnom magamnak és az életemnek. Ezért tök releváns a pszichológiai munkában is. Bejön hozzánk egy kliens, ha az a kliens nincs arról meggyőződve, hogy én egy elfogadó segítő vagyok, akkor akár nálam is megjelenhet ez a fajta cenzúrázás. A melegségének melyik verzióját mutathatja meg a terapeutának annak érdekében, hogy ő elfogadást kapjon.
És akkor itt visszakapcsolni egyébként arra az előző adáshoz, ugye, hogy ez a deszexualizált, szexmentes melegség, ez a kiszidolozott melegség, ugye, hogy persze a melegek házasodnak, meg gyereket nemek, de hogyha meleg szexről van szó, az már azért jóval parább, azt úgy, azt tartsd meg a szobában, és akkor itt megjelenhet megint ez a fajta rejtőzködési tendencia, ami nyilván mind-mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy az emberbe kialakul ez úgynevezett krónikus szégyen, hogy folyamatosan van egy ilyen konstans, egy meggyőződés arról, hogy engem rejtenem kell magam, szégyellem kell magam, a teljességem, mert nem lehet engem elfogadni. És akkor ezek a modellek aztán nagyon sokat bővültek, ez a kisebbségi stressz modell, most már sokat beszélünk reziliencia faktorokról, ez ugye azt jelenti, hogy mik azok a védő dolgok, amik megvédenek ettől a mechanizmustól, hogy belsővé tegyem ezeket a negatív folyamatokat, vagy ha belsővé is tettem őket, hogyan tudok ennek ellenére kapcsolódni, meg kötődni, meg jobban funkcionálni, peer support, közösséghez kapcsolódás, a család, aktivizmus és büszkeség, ugye az LMBTQ történelemhez való kapcsolódás, ami ugye azt jelenti, hogy térben és időben elhelyezem saját magam, én nem egy modern találmány vagyok, hanem van egy múltam és egy jövőm, ezek mind protektív tényezők. Azért a chemsex kontextusra majd rátesszük ezt a következő diám, nyilván már ebből is látszik, hogy ezek a reziliencia faktorok közül egy csomó minden csak korlátozottan elérhető, részben a szerhasználattal járó stigmatizációmat, részben amiatt, mert azért a heteronormatív társadalomban egy csomó reziliencia faktor sérül, kezdve az, hogy a család részéről nem feltétlenül érkezik egy megfelelő társas támogatás, nehéz közösségekhez kapcsolódni pont azért, mert belülről is mennyi kirekesztés van a közösségen belül, ki a jó buzi, ki a rossz buzi, stb. És akkor ugye a negyedik oszlopban látjátok ezeket a maladaptív, kognitív és érzelmi szabályozási mechanizmusokat, ez lesz még nekünk nagyon hasznos ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történik a problémás szerhasználat esetében. Ezt utólag egészítette ki egyébként egy Hatzenbüller nevű kutató a Meyeri kisebbségi stressz modellt, és ő mondta azt, hogy azon keresztül, hogy ezeket a stresszorokkal folyamatosan így kapcsolatban vagyunk, megváltozik egyszerűen a kognitív működésünk, kialakulnak olyan megküzdési technikák, amik a túlélését szolgálják a folyamatos stresszben élő embernek. Például folyamatos készenlétbe kerül, az ember folyamatosan figyeli, hogy éri-e valahonnan egy támadás, folyamatosan arra készül az illető, hogy úgyis el fogják utasítani, úgyis ki fogják rekeszteni, úgyse fogják szeretni. Ha valaki igazán megismeri őt, úgy teljességében, ugye ez mind az internalizált szégyen, meg ez az internalizált stigma, de ezekből ki tudnak alakulni ilyen kvázi rögzült kognitív viszonyulások. Például, amikor kapcsolódni akarunk másokhoz. Ezt, ugye van ez a stigmavárás, ez az anticipált stigma, hogy egy neutrális helyzetet, vagy egy neutrális kommunikációt hajlamosabb az ember elutasításnak értelmezni, pusztán azért, mert egyszer ránevelte a társadalom, hogy neki folyamatosan veszélyben van, hiszen az, ami ő, az nem normális. Illetve így tartoznak az érzelemszabályozási problémák, mivel ebben a krónikus stresszben nő fel az ember, eleve ezek a fiziológiásan, ezek az érzelemszabályozási mechanizmusai folyamatosan túl vannak, túl aktiváltak, tehát ettől már van egy nagyobb sebezhetőség. Pluszban ez a kb. Úgy, mint mondjuk a krónikusan traumatizált embereknél, nem tudnak olyan adaptív ilyen érzelemszabályozási stratégiákat tanulni az egyének, amilyenekre szükség lenne egy ilyen mértékű stresszhez, és akkor nyilván az itt bejátszik a reziliencia abban a szempontból, hogy én genetikailag milyen képességeket hozok magammal, milyen környezetem van, stb. De azért összességében van egy ilyen sérülékenység, amit ez a kisebbségi stressz, mint jelenség okoz az egyének, és akkor ott a végén látjátok a kimeneteleket, ugye pszichésen, ebből lesznek akár ezek a komorbid zavarok, a depresszió, a szorongás, vagy éppen ilyen PTSD-szerű pszichés állapotok, fiziológiás következményei lehetnek, szomatikus következmények, kezdve azzal, hogy az ember, tehát hogy könnyebben lesznek gyulladásos betegségei, ezeket nagyon kutatják most, és hát viselkedéses következmények, akár az egyébként, hogy például egy problémás szerhasználatot fog kialakítani, hiszen így tudja szabályozni az érzéseit, így tud kapcsolni közösséghez, és így tudja kikapcsolni ezt a krónikus szégyen hangot, amit tényleg úgy szoktunk leírni, amikor ilyen affirmatívos előadásokat tartunk, hogy tehát tényleg azt képzeljétek el, hogy mondjuk van egy ilyen pokoli régi szar hűtőszekrényetek, ami így rohadtul búg, meg zörög, meg minden, de egyszerűen abban nőttél fel, hogy fel se tűnt egyébként, hogy mennyire rohadt hangos, de aztán kihúzod a konnektorból, és akkor megéled, hogy ilyen a csend. És akkor szembesülsz azzal, ugye, hogy miben is éltél addig,
És valahol ez lehet részben jól megragadhatja azt, hogy mi történik akkor, amikor kikapcsolódik egy szer hatására ez az internalizált stigma, ezek a hangok, ez a krónikus szégyen. És hát ugye értjük ilyen szempontból azt is, hogy miért pokoli nehéz utána úgy szexelni, józanul, vagy akár úgy lenni akarni, ahol valahol hát így vissza kell kapcsolni, vagy hát legalábbis ennek a kikapcsolását fel kell függeszteni. És ez nagyon fog minket informálni arról, hogy mik lesznek egyébként a hatékony intervenciók, azok lesznek a hatékony intervenciók és pszichés támogatások, amik erre tudnak reagálni, amik segítik elviselhetővé tenni ezt a sebezhetőséget, meg ezt a sérülékenységet. Jó. Kicsit vizuálisabban, tehát itt van nekünk a jó kis fél emberünk, kívülről érkeznek ugye a disztális stresszorok, közben ugye ezek úgy proximálissá válnak abban az értelemben, hogy belsővé teszi az ember, ez válik a normává, kezdve az egyébként, és ez nagyon fontos dolog, hogy ez, mire az ember rájön, hogy ő nem hetero vagy nem cis, már a pokolban mind kialakult. Tehát ez 4-5 éves kortól kezdve súlykolja nekünk a társadalom, hogy mi a helyes, mi a helytelen, ki lesz boldog, ki nem lesz boldog. Egyáltalán azzal, hogy kiről beszélünk és kiről nem beszélünk, már egy nagyon erős üzenetet közvetítünk gyerekeknek. Ha hercegnőről és hercegről beszélünk, akik házasodnak, akkor ők léteznek, semmi más meg, minden más meg nem létezik. Tehát mire az ember rájön, hogy nem hetero, nem cisz, már bőven tudja, hogy melyik a jó és melyik a bajos, meg a problematikus, jó? És ugye erre alakulnak ki ezek a maladaptív, kockázatos, kognitív és érzelmszabályozási mechanizmusok, a rumináció, ez a stigmavárás, amikről előbb beszéltem. Nagyon darálom, ez egy nagyon jóval nagyobb téma, csak hogy értsük, hogy itt mennyivel bonyolultabb ez tényleg, mint pusztán az, hogy most akkor felszívom-e vagy nem szívom-e fel. És ugye ebből lesznek ezek a kihívás jelentő viselkedés és kimenetelek, a problémás szerhasználat, az intimitás nehézsége és a szomatikus következmények, amikről már beszéltünk. És hogyha ezt nézzük, hogy ez hogyan segít nekünk ugye a konkrétan a problémás szerhasználat, vagy a kemezés, a kemszexezésnek a megértésében, ide pár ilyen gondolatot felvillantottunk a teljességigénye nélkül, ugye eleve segít nekünk a kisebbségi stresszmodell érteni, hogy miért van, általában ezt látjuk ilyen nagymintás kutatásokban, hogy egyszerűen nagyobb mértékű a szerhasználat a nem cisz meg a nem hetero emberek között. Ennek nyilván van egy ilyen kultúra és történelmi oka, amire a Tamás utalt, ugye, hogy eleve mik voltak azok a terek, ahol egyáltalán tudtak találkozni ezek az emberek régen, kocsmák, szórakozó helyek, ahol mindig volt alkohol, jelenleg meg ugye az online hookup-appok, ahol szintén nagyon könnyen hozzáférhető ez a szerhasználat szervezés. Aztán belső motiváció, ez az internalizált homofóbia, ugye ennek a belső szégyenhangnak a kikapcsolása, mennyire nagy motiváció, hogy van egy olyan tér, ahol nem kell szégyellni magam, ahol a testem kurva jó, ahol mindenki velem akar dugni, stb. Nyilván ennek van egy nagyon-nagyon erős vonzóereje, és a kémiai addikció ilyen szempontból, nem, amit a Demetrovics Zsolt is utalra, hogy nem is biztos, hogy itt ennek ez a legerősebb aspektusa, hanem megint informál minket ez a kisebbségi stresszmodell arról, hogy mi ebben olyan rohadt jó, miért olyan jó ebben lenni. És ugye itt bekapcsolódik az, hogy ezt a szégyenkutatásokból nagyon tudjuk, meg erre a Brené Brownnak van rengeteg ilyen nagyon izgi, nagyon cuki tettolkja, ugye, hogy a szégyennek a gyógymódja az mindig a sebezhetőségnek a vállalása, hogy a szégyen ugye arra sarkal engem, hogy lépjek távolabb a társas kapcsolatokból, és ugye úgy tud ez gyógyulni, hogy bennmaradok a társas kapcsolatban, és megtapasztalom, hogy az általam szégyelni valónak vélt tulajdonságom ellenére szeretnek engem. Na de hát, hogy ezt kibírjam, és itt jön be megint a pszichológiának a szerepe, meg a segítő munkának a szerepe, ebben tud például egy problémás szerhasználat támogatni, azt gondolom, a segítő szakember. Jó, még az utolsóra reagálnék, ugye, hogy azt nagyon sok előadásban elhangzott, hogy iszonyatos az információhiány és az erőforrás hiány. Itt azért azt mindenképp vegyük észre, hogy ennek önmagában van egy nagyon heteronormatív jellege, hogy miért nem kutatjuk a témát, miért nem foglalkozunk ezzel, azért, mert itt a férfiakkal szexelő férfiak, ráadásul fisztingelnek is, meg anyám kínja, hát erre nincs forrás, erre nincs pénz, erre nincsen aggodalom. Ilyen aggodalom szigetek vannak, de és nem pánikkeltésből én sem, meg ez tök jó volt, hogy megjelent, mint szempont, hogy tényleg próbáljunk meg higgadtan beszélni a problémáról, de én azt gondolom, hogy érdemes kritikus szemmel figyelnünk azt is, hogy mennyit beszélünk egy témáról, és mennyit nem, és mit lehet témává tenni egyáltalán. Én a saját szakmámról tudok beszélni, pszichológusok között ez a téma, hogy így no way. Két éve mi is beszéltünk a Bélával, megkereste a szekciót, hogy tudunk-e olyan szakemberekről, akik deklaráltan ennek szakértői, meg értői, meg minden, és én őszintén nem tudtam neki ilyen kollégát javasolni, aki egyszerre érti az addiktológiai aspektust, és nem azt jelenti, hogy nincs ilyen szakember, csak ha van is, akkor nagyon kis szigetekben létezünk.
az biztos, hogy a mi képzésünknek nem része sem az, hogy az LMBTQ életutakról ilyen érzékenységgel tanuljunk, és nem része az sem, hogy árnyaltan, kulturálisan, kompetensen foglalkozunk ezekkel a területekkel. Ez egészen biztos, és abban is biztos vagyok, hogy más segítő szakmák képzésének sem része ez, legalábbis az alap és a mester szinten biztosan nem, ami nagyon nagy baj, és ez nem feltétlenül forráshiány, ez sokkal mélyebb társadalmi, meg kulturális probléma. És akkor egy válasz erre, ez amit affirmatív beavatkozásoknak hívunk, ami ez a fajta kulturálisan alázatos segítői attitűd, amire most van ez a kis idézet, ezt olvassátok el, ennél jobban én sem tudom összefoglalni, ez tényleg arról szól, amikor a segítő érti és elfogadja, hogy más az élménye a hozzáforduló embernek, próbálja kulturális kontextusban értelmezni az, ami történik, és saját magára nézve van egy elvárása, hogy én az önismeretemben dolgozok azzal, hogy hogyan viszonyulok egy tőlem eltérő identitású emberhez, hogyan dolgozok vele, a saját vakfoltjaimat is megkeresem az ebben való munkában. Egyébként, ha ezek a dolgok szakember kollégákat érdekelnek, mi erről tartunk képzéseket, most lesz márciusban a következő, kifejezetten affirmativitás fókusszal, mivel ez nagyon hiányzik, tehát a magyar pszichológus képzés semmilyen szintjén nem jelenik meg ez a fajta kulturálisan kompetens, kulturálisan analázatos segítői hozzáállás, legalábbis nem ennyire célirányosan ezekre a populációkra nézve. Úgyhogy ez itt nagyon fontos, és akkor kicsit visszaadom az Eszternek, nem tudom, hogy állunk a darálóval, bocsi. Jó. Hát nem tudom, hogy jól vagy rosszul, milyen definíció kérdése, 30 percig beszélünk, Ádám, szerintem lép tovább ezen a dián, most. Mármint, hogy ezen a bevezető, köszi. Közben nézem a kérdéseket is. Az egyén szintjéről már beszéltünk, azt gondolom, hogy itt a holisztikus szemlélet, meg az interdisziplinaritás az, ami hangsúlyozandó, és erről már beszéltünk. Azt gondolom, hogy a mai nap is ez bizonyítja, hogy igenis vannak olyan emberek, szakemberek, érdeklődők, érintettek, akik egy ilyen összefogásra nyitottak. Úgyhogy ezt gondolom, hogy ez az, ami ebből kiemelendő. A szexuális nemi sokszínűség affirmativitás összefüggéseiről azt gondolom beszélt Ádám, a szekciónak törekvése az, hogy bármilyen fajta információt akár fizikailag szórólapokon vagy a Facebook oldalunkon próbáljunk meg elhelyezni, de azt gondolom, hogy itt például a forráshiány is jelen van, amit itt nehezíti a munkánkat. Az intézményi szintről szerintem már volt szó, úgyhogy szerintem lépjünk tovább, Ádám, Léci, azt gondolom, hogy ez itt talán hatékonyabb lesz. Köszönöm szépen, és akkor itt csak tényleg pár információ, ugye a Mikai Pszichológiai Társaságnak a Best Practice-ének, a guideline-jainak a 2021-es kiadását látjátok azt az útmutatót, amit a szekció fordított, az magyar nyelven is elérhető. Itt ez a hogyan válasz elfogató segítőt, azt szívesen bárkinek elküldjük, sok LMBTQ személyeket képviselő segítő a szervezetnek már elküldtük, valójában itt a tudatos páciens-kliensekre szeretnénk információkat adni, és ezek nem is biztos, hogy csak az SNK páciensekről beszélünk, hanem amúgy is a segítő kiválasztásában fontosak ezek a szempontok, de ami ugye egy nagy kérdés, és amit Ádám is említett már, hogy hol vannak ezek a szakemberek, talán két hete hoztunk létre így egy affirmatív segítők csoportot Facebookon, ahol várjuk az olyan segítőket, akiket próbálunk utána összekötni a kliensekkel, páciensekkel, és ami még a szekciónak munkája, és önreklám is, de azt gondolom, hogy fontos lehet így a mai nap kontextusában, hogy elindult egy fordítás ennek az ADFAM által Camp Sex More Than Just Sex and Drugs kiadványnak, amiknek látjátok a képét, ezt Ádámmal fordítottuk a TASZ-szal egyébként, így a jogi részről is konzultáltunk, mert ugye itt a segítségkérés, mind az egészségügy, mind az mondjuk akár a jogi szempontból fontos lehet, hogy ezt ki hogy tud segítséget kérni, tehát hogy ez még egy ilyen fontos része a szekció munkájának. Láttam, hogy itt chatben megjelent az lépközben, Ádám, tovább köszönöm szépen, hogy Pécset vannak ilyen szakemberek, tehát hogy itt én is azt gondolom, hogy most a szigetekről beszélünk, hogy ezeket a szigeteket hogyan tudjuk hidakkal összekötni, és például erre az online tér azt gondolom, hogy nagyon hasznos lehet. Szerintem itt zárjuk le az előadásunkat, nem tudom, Ádám, neked van-e még gondolatod? Nekem 100 és 1000, de lehet, hogy majd a Q&A szekcióban lesz. Egyetlen egy apróság, bocsánat, és tudom, hogy az idő meg minden, csak hogy arra is reflektálnék, hogy persze, tehát vannak szakemberek, akikhez lehet fordulni. És az, amit én most mondtam, ez az én kritikus, dühös hangulatom, tehát menjünk segítő szakemberekhez, és éreztessük velük azt, hogy szükség van erre a tudásra,
Csak fontos, hogy emlékeztessük magunkat arra egyébként segítségért forduló érintettként, hogy elvárhatunk ebben egy tudást. Tehát, hogy ez a szakembernek a felelőssége és dolga, és ezt lehet kérni, erre lehet. Tehát én abszolút tök jó, amit a kommentben írt a kolléga, hogy vannak szakemberek, akik affirmatívak, mi is képzünk, meg a képzésünktől függetlenül is vannak. Lehet ez menni, csak legyünk tudatában annak, hogy elképzelhető, hogy nem lesz ott minden tudás, de az nem azt jelenti, hogy akkor nincs esély, hanem akkor ebben együtt kell tanulni egy másfajta részvétellel. Jó? Csak ennyit, hogy nehogy valaki úgy érezze, hogy ne fordulhat segítségért. Forduljatok.